Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mi Hazánk Telegram csatornáján megjelent hallgatóságot ezen a kellemes cenzúramentes csütörtök estén, és azokat is természetesen üdvözlöm, akik a Mi Hangunk közösségi felületein hallgatják majd vissza a mostani adásunkat felvételről. Természetesen, ahogy megszokhatták, YouTube és Spotify csatornáinkon minden beszélgetésünket teljes egészében visszanézhetik, és hogyha feliratkoznak, akkor biztosan nem maradnak le a legfontosabb tartalmainkról. Külön felhívnám a figyelmet, hogy ameddig a cenzorok engedik, addig a Mi Hangunk elérhető mostantól már a Facebookon is. Május 23-a van, amikor ez a felvétel készül, lassan közeledik június 9 a választások napja. Ezzel kapcsolatban szeretném előrevetíteni, hogy egy rendhagyó adással készülünk követőinknek legközelebb, még a voksolás napja előtt. Ennek a részleteiről hamarosan tájékoztatást is adunk a csatornáinkon. Én személyesen M. István Dániel vagyok, és ismét cenzúramentesen jelentkezik itt a Telegramon a Mi Hangunk. Mostani adásunkban biztosan nem lehet a vendégeinkkel minket elhallgattatni. Az internetes szólás és közösségi terek cenzúráját szeretnénk jó alaposan kitárgyalni ma este. Akik voltak olyan kedvesek és elfogadták a meghívásunkat, az nem más, mint Szakács Árpád, újságíró és könyvkiadó, Kis Zoltán Nitai, a B-terv önellátó közösség és a B-terv független közösségi oldal alapítója, Lipták Tamás Aldó, aki jelenleg a Jobbszélső Telegram csatorna és a Magyar Jelen szerkesztője, és ezen a néven is van itt jelen, illetve Erdély Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom kaposvári önkormányzati listavezetője és TikTok tartalomgyártó. A követőinknek szavazásra bocsájtottunk tegnap egy kérdést, ami így hangzott. Korlátozták már önt a szabad vélemény nyilvánításban, bármikor az interneten? Erre a kérdésre több százan válaszoltak nekünk, és meglepő módon nagyon nagy arányban, 82%-ban az emberek úgy tűnik, hogy szenvedtek már el cenzúrát valahol a világhálón. Én ezzel a kérdéssel szeretném indítani a ma esti beszélgetésünket is. A vendégeinket kérdezném először Árpádhoz fordulva. Árpád, téged korlátoztak-e már valamelyik felületen? Mi volt ennek az oka? Mik a tapasztalataid? És van-e esetleg használható alternatívája a nagyobb felületeknek? Hát én olyan ügyekkel és kérdésekkel foglalkozom, ami a fősodratú cenzoroknak annyira nem a szívügyük, és ennek van is már némi múltja. Először, amikor észleltem ennek a digitális cenzúrának a nevezhetjük azt is, hogy véres valóságát, az 2020-ban volt, amikor Duró Dóra képviselőasszonynak volt egy akciója, ugye az LMBTQ-s mesekönyvvel kapcsolatban, majd volt egy tüntetés ezt követően a Szentkirályi utcában, a Magyar Rádió épülete környékén, és abban az időszakban volt, nem a tüntetés apropóján, de kitettem egy olyan plakátot, aminek az volt, amin az volt olvasható, hogy védjük meg a magyar családokat. Ennyi volt rajta, semmi különleges, tehát semmi más mondat, gondolat nem volt rajta. És az akkori nagyjából 15 ezres követői oldalamat a Facebook azonnal kitörölte, mert ezzel én 4 évvel ezelőtt annyira megsértettem a közösségi felületeket, a szabályzatot, hogy erre csak egy fajta dolog lehetett, hogy azonnal kitöröltek. Tehát ez volt a legelső, amire mondtam, hogy ez igen, ez egészen érdekes. És hát ugye semmilyen jogorvoslat, semmilyen, főleg nekünk, akik a úgynevezett véleményformálói oldalon tevékenykedünk, számunkra, akiknek a véleménynyilvántás szabadsága más szempontból is, ugye az önkifejezés, a kvázi a munkaterületünk, ha lehetne ilyen csúnyán fogalmazni, tehát hogy minket aztán különösen sújt ez az ügy és ez a dolog. Aztán a Covid diktatúra az totálisan
becsapott ezen a téren a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban. Most nem is akarok részletesebben belemenni. Legutóbb kezdjük egy új esettel, egy új példával. Tegnap este volt, hogy a Facebook oldalamra kettő tartalmat tettem ki. Az egyik azzal volt kapcsolatban, hogy Genfben a kanadai kamionosok mintájára egy konvoj fog indulni egész Európából, ezt szervezik, és ezt a bejegyzésemet, ezt ki se tudtam tenni, mert a mesterséges algoritmus, intelligencia algoritmusa azonnal letiltotta azzal, hogy félrevezető információkat tartalmaz. Másik egy Magyar Péterrel kapcsolatos vélemény volt, azt is azonnal letiltotta, tehát ki se kerülhetett, és nagyjából 3 héttel ezelőtt szintén szembesültem ezzel, akkor 3 vagy 4 írásom nem jelenhetett meg a Facebook felületen, ami amúgy is le van csavarva, le van tekerve, teljesen el van lehetetlenítve, tehát nem ez volt a fő csatorna ebben a vonatkozásban. Annyi az újdonság, amit én tapasztaltam, ami egy riasztó jövőképet vetít előre mindenféleképpen, hogy már nem az úgynevezett tényellenőrök cenzúráznak, hanem maga egy algoritmus. Ez egyébként az ember megalázása ezen a szinten, hogy akkor egy számsorral kell bárkinek vitatkoznia, és egy számsor, egy algoritmus dönt arról, hogy kitöröl-e a digitális térből, vagy ott hagy, ha nem viselkedsz megfelelően. 3 héttel ezelőtt én úgy döntöttem, hogy akkor ebből elég, én a Facebookról le is fogok lépni nagyjából 1-2 héten belül, tehát hogy teljesen meg is fogom szüntetni a profilomat, és mindent, amit ott csináltam, tehát mindenféle egyéb oldalak tekintetében nem fogok többet asszisztálni ehhez a sátáni világhoz, sátáni rendszerhez semmilyen formába, és pont emiatt én átmentem már 3 héttel ezelőtt, ugye a Substack csatornára, külön oldalam van, egy hírháttér oldal, ennek folyik egyelőre a lassú építése, és hogy könnyen legyen megjegyezhető, ugye a Substacknek van egy olyan ajánlata, van egy olyan profilja is, ami lehetővé teszi, hogy a com végződésű doménneveket be lehet integrálni Substack csatornaként, így a nevemre, tehát szakácsárpád.com néven elérhető most már lassan 3 hete az a felület, ahol tényleg cenzúra mentesen lehet minden véleményt kifejteni, és ezt a platformot szeretném másokkal együttműködve fejleszteni, úgy is, hogy szeptemberre elképzeléseink szerint egy olyan platformrendszer jön létre, ami az egész globális térből cenzúramentesen, kvázi hírportálként tud funkcionálni, és azok az emberek, akik keresik az igazságot, és a cenzúrát kerülni, azoknak lesznek ilyen kis független szigetek ebben a vonatkozásban, tehát hogy minden vonalon ma is vannak azért kiskapuk. Amúgy meg természetesen elképesztő, hogy ma a mai úgynevezett demokrácia világában, demokrácia keretében, mi most a cenzúráról beszélünk, ez önmagában a világ egyik legabszurdabb helyzete, amire szerintem 15-20 évvel ezelőtt sem mert volna gondolni senki, hogy egyáltalán ez a liberalizmusnak ez a szélsőséges változata idáig fajul, hogy a lehető legdurvábban, legszélsőségesebb módon cenzúrázzák az emberi gondolkodást, az emberi szabadságot, és nagyon tegyük hozzá, hogy nem is akármiről van szó, hiszen az információ szabadság az az emberi lét alapja, mert gondoljunk csak vissza a Covid diktatúra időszakára, amikor hatékony kezelési módokat, gondolok az ivermektinre például,
Ezeket tiltották, az ezzel kapcsolatos információkat korlátozták, és gondolok itt arra is, hogy csak és kizárólag a WHO-nak azt a protokollját lehetett az internetes térben, mindenféle médiaterekben hallgatni, hallani, amiről legutóbb Torockai László YouTube csatornáján érdemes megnézni, egy videóban Letoha Tamással egy interjút készített. Én ezt a videót az elmúlt évek legfontosabb videójának tartom, ahol Letoha Tamás ugye kutatóként azt mutatja be, azt vezeti le, hogy ez a WHO protokoll, amit alkalmaztak a COVID-diktatúra alatt, az teljesen szakszerűtlen volt, riasztó jövőképet vetít előre a WHO szerződés kapcsán, hogy a WHO bármilyen szempontból is az egészségügyi szuverenitásunk fölött átveti a hatalmat, tehát hogy ugyanilyen protokollokat tud alkalmazni, tehát több ezer, több tízezer embernek az élete megmenthető lett volna teljesen más eljárásokkal. És ezt elmagyarázza, nem akarok most erre kitérni, hiszen nagyon elmennénk a mai témánktól, csak mint példát hoztam fel arra vonatkozóan, hogy a tudománynak nevezett területen is, hogyha bizonyos információkat, az információszabadság nem érvényesül, annak nagyon súlyos következménye van, és úgy tűnik a Letoha Tamás által felvetett, elmagyarázott, levezetett, szerintem mindenki számára felfogható előadás keretében, beszélgetés keretében elmondottakból, hogy több ezer, több tízezer ember halt meg feleslegesen, teljesen értelmetlenül, mert tilos volt más protokollt, más eljárásokat használni, ugyanis az információszabadság akkor sem működött. Én többször is idéztem egy Szovjetunióból elmenekült, egykori Szovjetunióból elmenekült professzornak a véleményét, aki azt mondta, hogy ha valaha is, ha egy nemzet valaha is feladja az információszabadsághoz való jogát, akkor lényegében minden szabadságát elvesztette. Ezért is kiemelten fontos, hogy mindannyian minden erőnkkel harcoljunk az információszabadságért és a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságáért, akkor is ennek bármilyen következménye van arra vonatkozóan, aminek keretében ugye mindannyiunkat már megpróbálnak ellehetetleníteni ennek a különböző módszereivel. Köszönjük, Árpi. Zoli, te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Egyrészt, hogy te találkoztál-e már cenzúrával, illetve hogy te milyen alternatívákat tudnál felhozni? Üdvözlök mindenkit! Hát semmi mással nem találkoztam, csak cenzúrával. Tehát itt nekem az én törekvéseim azok, ugye itt létrehoztam ezt a Better.net közösségi, privát független közösségi oldalt, ennek ez volt alapvetően a fő indítatás, vagy ez adta az indítatást. Ugye amikor a Facebookon a csoportom, ugye ez a Legyen Béter, vagy az önellátás csoport, ez már ilyen 100 000 fölé ment, most valami 125 000-en vannak rajta, így az adminisztrátorra, amit csinálják, hála jó Istennek, én fél éve már nem vagyok ott, nem is hiányzik. Én nem egyeztem bele ebbe az adat átadási történetbe, ugye amikor itt mindenkit pár hónappal ezelőtt ellehetetlenítettek azzal a trükkel, hogy vagy nagyon fizetős lesz a Facebook, hogy tehát havi több ezer forint lesz a Facebook, úgyhogy lássanak is, vagy pedig beleegyezel abba a dologba, hogy minden adatodat ők odaadhatják harmadik félnek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, egyébként már akkor is nem durrant akkor át a médiában, mi egy pár videót csináltunk arról, hogy ez igazából mit is jelent, amikor arra kéri, hogy ingyenes használatként te arra rá tudsz kattintani. Igazából az azt jelent, eddig is minden adatot lenyúltak, meg lefigyeltek, meg minden ott volt, csak így most már nem is tudod őket feljelenteni. Hát itt ez volt a poén ebben a történetben, hogy nagyon sok pár volt Amerikában, meg világszerte a Facebook felé, hogy ők harmadik félnek kereskedelmi célra leladják a te minden adatodat. A minden adat alatt nem azt értem, hogy mit adsz meg. Volt, aki nekem mondta, hogy jaj, de hát én hamis címet írtam be, meg hamis nevet, nem erről szól, hanem az, hogy minden egyes mozdulatodat lefigyelik. Na, mindegy, ez már előre szaladtunk. Igazából az volt, hogy amikor
mindig jöttek a különböző, hát ott egy 100 000-es csoportban, vagy 125 000-es csoportban napi szinten voltak azok a dolgok, amikor embereket figyelmeztettek, vagy levettek dolgokat. Ugye én is rengetegszer találkoztam azzal, hogy a Facebook írt, hogy adminisztrátori agresszió címmel én nem moderáltam valamit, vagy éppen nem levettek valamit, amit kitettem, minden, aminek igazságszava volt. Na ugye akkor nekem jött egyből ez a gondolat, hogy hát itt azért egy 125 000 fős csoportban, ahol rengeteg ember, rengeteg kapcsolati tőke, rengeteg tudásanyag van felhalmozva, akkor itt egy tolvonással tudják kitörölni, és erre már volt példa. Tehát volt példa a Covid idején, amikor 150 000-es csoportokat kitöröltek, és akkor ugye én akkor elindult a vezérhangja nálam, hogy akkor kellene egy olyan közösségi platform, ami ugyanilyen rendszeren működik, mint a Facebook, ugyanilyen funkciókkal, tehát nagyon-nagyon hasonlatosra akartam, pont ezért, hogy az emberek ugye, hogy tudják használni, tehát hozzá vannak szokva valamihez, hogy azt tudják használni, hasonlóképpen működjen, akkor úgy létrehoztunk egy ilyen oldalt, és akkor ez abszolút egy ilyen privát szervere van, Google csak a nyitó oldalát látja, tehát a belső tartalmakat mondjuk úgy, hogy nem látják. Most itt ez megint egy félreértés, majd jött egy olyan kérdés, ezt a későbbiekben elő fogjuk venni, hogy alapvetően titkos, ne legyünk illúzióban azzal kapcsolatban, hogy így Linux, úgy mindenféle rendszerek fel vannak sorolva, titkosszolgálati módszerekkel mindent lehet látni. Tehát erről majd beszélhetünk később, tehát az egy illúzió, hogy van olyan rendszert csinálunk, amiben senki nem tud belenézni, mert A és B pont között egy információ, ez mindig átlátható. De a legjobb módszer arra, hogy itt ezt a fajta cenzúrát, ezt mondjuk úgy, hogy ki tudtuk küszöbölni, tehát ott is ugyanúgy pár ezer ember van fönn az oldalon, és akkor úgy használjuk ezt az oldalt, hogy ott bármit úgymond ki lehet írni. Hát sok funkciója lesz, majd nem tudom, hogy mennyi időnk lesz majd még így az oldalról beszélni, mert ott tényleg nagyon sok funkciót próbáltunk kitalálni, tehát a védett csatornán való videóbeszélgetéstől kezdve piactér, csoportok, üzenőfal, üzenetek, mindenféle ilyen dolog van. Tehát ez volt a lényeg, hogy valahogy azokat az értékes kapcsolati rendszereket, közösségeket, résztvevőket onnan át tudjuk hozni egy olyan oldalra, ahonnan nem lehet eltüntetni ezt. Átmásolni minden olyan tudásanyagot, videókat, jegyzeteket mindenféle témában, hogy ezt ne tudják onnan levenni, és hogyha bármi lenne egyébként esetleg ezekkel a médiákkal így mondjuk még így novemberig, én valamiért én azt gondolom már elég régóta, hogy legkésőbb novemberig itt komoly problémák lehetnek akár a Facebookkal is. Hát amerikai választás, belemehetnénk ebbe mélyebben, hogy miért, hogyha esetleg Trump felé hajlik ugye a választás, akkor miért maradjon meg a Facebook, ugye hát tudjuk, hogy hogyan szólt bele az előző választásban a Facebook, szóval mondjuk úgy, hogy a republikánus oldalnak az egyik fő célpontja lehet az. Tehát itt nekem rengeteg ilyen történet volt. Emlékszem, amikor a Velemi Önellátó Fesztiválon a Lacival, a Tolozkai Lászlóval beszéltünk, volt egy videónk, és én ezt nem mertem a saját csoportomba kitenni, mert egy napra kitettük, aztán levettük, utána megint egy napra kitettük, és utána megint levettük, mert ugye akkor olyan korlátozásokat rakott be azonnal a Facebook, jön a figyelmeztetés. Tehát én úgy gondolom, hogy bárki bármit ma, akár politikában, vagy a társadalom emelésének a témájában akar előre lépni, valamit tenni az emberekért, a társadalomért, az első dolog a média. Ez egyetlen első dolog az, hogy nekem egy olyan csatornám legyen, ahol manipulálatlanul áramlik az információ azokhoz az emberekhez, akik becsatlakoznak hozzánk. Tehát itt most sok irányba el lehetne menni a témában, nem akarom húzni az időt, kilépni az időtartamomból, de nagyjából úgy mondhatjuk azt, hogy kérdésre válaszolva, hogy ez volt a fő ok, ez a fajta cenzúra, ami miatt én elkezdtem ezt a független közösségi oldalt. Itt mind a két vendég részéről elhangzott a Facebook. Aldo, én hozzád fordulok, te hogy állsz a Facebookkal, használod a felületet?
Hát jelenleg nem használom, mert egész egyszerűen nem tudom használni. Mikor találkoztam először a Facebook cenzúrájával? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hosszú éveket kell visszamenni az időben. Emlékeim szerint 2015-16 környékén már bőven törölgettek bejegyzéseket, illetve hát oldalakat is. Elég sok, főleg jobboldali tartalmat megosztó oldalt már akkoriban is töröltek. Ennek nyilván egyszerű oka van. Azzal egyébként nekem nincsen bajom feltétlenül, hogy ezeknek a közösségi oldalaknak vannak bizonyos szabályai, amiket be kell tartani, akár a kommunikáció, az információ terjesztés kapcsán. Szerintem ez teljesen normális, mert azért azt lássuk be, hogy elég sok hülyeség terjed a különböző Facebook csoportokban, vagy a különböző közösségi oldali felületeken. Az nem feltétlenül baj, hogyha ezeken van egyfajta kontroll. A probléma az szerintem ott kezdődik, hogy bár ezek a funkciók léteznek, mi legalábbis így, akik itt ülünk, illetve bizonyos körökben ugye tevékenykedünk, ugye azt tapasztaljuk, hogy ezeket a funkciókat gyakorlatilag ugye a közbeszéd és a politikai közbeszédnek a befolyásolására használják, látványosan egy irányba. Ne menjünk olyan nagyon messzire, miközben tényleg a közösségi oldalakat elárasztják a szélső baloldali jelképek, oldalak, csoportok, személyek, akik háborítatlanul éltethetik mondjuk a Szovjetuniót, a Kádár rendszert, tényleg bármilyen szélsőbalos-balos történelmi eseményt vagy ideológiát, addig egész egyszerűen ott tartunk, hogy aki mondjuk a normális családmodell mellett emeli fel a szavát mondjuk a Facebookon vagy a Meta bármely felületén, az számolhat azzal, hogy előbb-utóbb valamiféle korlátozás vagy akár törléstiltás fogja érni. Tehát ezzel van az igazi probléma, én szerintem. Ez az, amin valamilyen módon hát kellene, vagy nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán változtatni. Ugye azt látjuk, hogy jogi eszközökkel nem nagyon. Vannak nyilván mindenféle felhasználási feltételek, irányelvek, és a többi. Nem tudom, hogy van-e ember, aki valaha ezeket végigolvasta, és ezeknek megfelelően tette közzé tartalmakat, bár látjuk, hogy ezeket is teljesen a kettős mérce alapján alkalmazzák. Tetszik, nem tetszik, ezeket a felületeket baloldali, balliberális körök irányítják, hozták létre egyáltalán, az ő kezükben van, és ezeken a felületeken a szabadság, a szólás szabadsága, ahogy ugye a klasszikus mondás vagy vicc tartja, addig tart, amíg ugyanazt mondjuk, vagy mondják rajta, amit ők gondolnak. Most itt az alternatívákkal kapcsolatban azért egy nagyon nagy problémát említsünk meg. Ugye ezeknek a közösségi oldalaknak a szerepe a kommunikációban az lenne, hogy a saját üzeneteinket, amiket mi a világról fontosnak tartunk, azt el tudjuk juttatni szélesebb társadalmi rétegekhez is. És ezek a szélesebb társadalmi rétegek pedig általában mondjuk Magyarországon ugye a Facebookon vannak jelen. Tehát innentől kezdve nézhetünk más alternatívákat is. Nem lehet kizárni sajnos a Meta felületeit jelen pillanatban. És az persze megint egy kérdés lehetne, vagy egy téma lehetne, hogy hogyan lehetne megteremteni annak a feltételeit, hogy az esetleges alternatív felületeket ne csak eljuttassuk minél több emberhez, de azt használják is, és tudják használni a mindennapjaik során. Tehát azért lássuk azt is, hogy ma a közösségi oldalak milyen szerepet játszanak a társadalomban, milyen szerepet játszanak az egyéneknél. Sokkal egyszerűbb az, hogy ugyanazon a felületen olvassa valaki a híreket, mint amelyiken üzen a nagymamának, hogy mi legyen a hétvégén az ebéd. Ezt nem nehéz belátni.
vagy ahova kirakja a barátaival készült nyaralós fényképeit. Tehát hát Azt hiszem, hogy lesz még időnk a kerekasztal alatt átbeszélni, hogy esetleg milyen módszereket lehetne erre kitalálni. Én most Ákos felé fordulnék, hogy itt ugye alapvetően szélső baloldali, illetve liberális oldalakról volt szó, meg a Facebookról, de én tudok egy felületet, amit egészen biztosan nem liberálisok hoztak létre, és egészen más cenzúra van rajta. Ugyanis te úgy tudom, hogy a TikTokon szoktál alkotni. Mi a helyzet a TikTokkal, és úgy általánosságban te mit tapasztalsz a cenzúrával kapcsolatban? Én először igazából a cenzúrával akkor találkoztam, amikor még ilyen 15-16 évesen, szóval egy ilyen 4-5 éve, úgy gondoltam, hogy miért ne, megosztok egy Radical Hungary Antifa című számát a Facebookon, és még kicsit tudtam rakni a posztot, de rögtön ugye tiltást kaptam. Az algoritmus rögtön felismerte, hogy ez egy olyan tartalom, amit a közösség irányelvei, amik egy elég gumi törvénynek mondhatjuk, gumi szabályoknak, azok nem engedik ki az általam kedvelt zenét. És miután elkezdtem foglalkozni, így ilyen 2022 táján a Mi Hazánk mozgalomnak a TikTok csatornájával, a központi TikTok csatornájával, akkor az 2022. szeptemberében tiltásra került az akkor közel 30 ezer követővel rendelkező csatornánk, viszont szerencsére most már sikerült felépítenünk egy újra egy nagyobb követői tábort. Most már elmondhatjuk, hogy már több mint 50 ezer követője van a TikTok csatornának, a központi Mi Hazánkos TikTok csatornának, ami egy nagyon nagy eredmény ahhoz képest, hogy folyamatosan cenzúrázza a tartalmakat, vannak olyan bizonyos témakörök, amik teljesen tabuk, vagy ha már egy adott szó abból a témakörből megjelenik, akkor azonnali tiltást eredményezhet. Viszont úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ez egy ugye kommunista Kínához csatlakozó és tartozó alkalmazás, attól függetlenül kb. A korlátozások ugyanazokra a témákra ugranak rá, amit a szélső liberális meta platformjain láthatunk, szóval ugyanazok az LMBTQ, a etnikai kisebbségek akár csak említése, vagy például a COVID témák, ezek azok, amik leginkább rögtön fölhívják a tényellenőrök, vagy az algoritmusnak a figyelmét arra, hogy ne engedjék ki ezt az anyagot. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a felületeknek a használatát nem nagyon tudjuk megkerülni, olyan szinten igen, hogy alakítunk ki egy saját közösséget, ahol ott tudunk egymással beszélni, és a saját gondolkodásunkkal egyező embereket, társainkat tudjuk megtalálni, és velük kommunikálni, viszont ahhoz, hogy a nagy tömegeket elérjük, ahogy Aldo is mondta itt előttem, ahhoz sajnos szükség van arra, hogy ezeken a fősodratú platformokon is ott legyünk, mert egyszerűen a kényelem az, ami a mai embert befolyásolja, és a kényelem miatt maradnak ott ezen a platformon véleményem szerint, és ezért nem is akarnak átmenni alternatív platformokra. És emiatt lényeges az, hogy az összes létező módon mindenhol jelen legyünk, még a kicsit cenzúrázva, megszűrve is. De próbáljunk meg aktívak lenni, és mutatni magunkból valamit. Én Aldo, akkor neked visszaadnám a szót, mert elvettem tőled, és akkor így be is indítanám a kerekasztal részt, akkor mégis hogyan lehetne az embereket valamilyen szinten motiválni, vagy rávenni arra, hogy esetleg más oldalakat is használjanak, mert itt én úgy látom, hogy a legnagyobb kerékkötője ennek pontosan az, hogy az ismerősök ezeket a nagy felületeket használják, és hogyha ezt nézzük, akkor ez soha nem fog változni. Mit gondoltok erről? Aldo, tiéd az első szó. Igen, ez egy azért nagyon nehéz kérdés, ugye nekem volt egy olyan történetem, erre talán néhányan emlékeznek, amikor a Városháza, a Budapesti Városháza előtt fújtam fel egy Stop LMBTQ feliratot, és én utána jöttem rá, hogy fontosak nyilván a fizikai, tehát a való világban véghez vitt cselekvések, de ezeket el is kell tudni juttatni az emberekhez. És én akkor csináltam az első Facebook oldalamat, hiszen profilt már akkor is nagyon nehézkesen tudtam csinálni. Azóta nagyjából 3 vagy 4
Facebook oldalt kellett csináljak. Csak érdekességképpen volt két olyan szilveszter estém is, amikor december 31-én ilyen 10 óra környékén jött az értesítés, hogy hát akkor az addig építgetett Facebook oldalamat, azt annak a láthatóságát visszavonták. Tehát még erre is volt idejük pezsgőzés közben. És hát ez a cenzúra, ez olyan szintig ment, hogy tegnap megkértem egy barátomat, hogy az ő soha nem volt fent az Instagramon, megkértem tegnap, hogy csináljon már nekem egy profilt. E-mail címmel, mindennel, teljesen a legelejéről, és egyszer csak írt, hogy hát a nevemmel nem engedi a profilt létrehozni. Aztán csináltunk akkor egy teljesen más felhasználónévvel, azzal meg tudta oldani, de természetesen amint én a saját készülékeimről próbáltam bejelentkezni a már élő profilba, nagyjából 5 percen belül jött is a fióknak a felfüggesztése, és ez megint csak arra világít rá, amit itt azért már többen is tapasztalunk, hogy itt most már nem csak arról van szó, hogy bizonyos témákat algoritmus-szerűen, vagy az algoritmus bizonyos témákat próbál szűrni és tiltani, de azért az is nagyon durva ismeredek, hogy itt most már konkrét személyek is egész egyszerűen nem használhatják ezt a platformot. Most akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen sipítozás lenne, hogyha nekem van, mert ugye mindig ezzel jönnek, hogy ezek magáncégek, eldöntik, ki használhatja. És akkor próbáljuk meg elképzelni, milyen sipítozás lenne, hogyha a saját magántulajdonú szórakozó helyünkre mondjuk nem engedünk be embereket, mert azt vélelmezzük, hogy nem tudnak megfelelően viselkedni. A végeredményt azt mindannyian tudjuk, az pedig különösen érdekes kérdésnek tartom, akkor ezt még gyorsan azért megemlítem, hogy amikor itt terrorizmusra, meg veszélyes személy, meg nem tudom én milyen dolgokra szoktak hivatkozni a korlátozásoknál és a tiltásoknál. Ezt ilyen, tényleg ilyen óvatosan kérdezem, nem vagyok jogász, nem bújtam át a felhasználási feltételeknek minden szegmensét, de hát azért itt mondjuk a terrorizmus az, ha jól tudom, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de hát ezek már büntetőjogi kategóriák, amikkel még a hatóságok sem vádoltak soha, nemhogy egy közösségi oldal. És hogy hogyan tudjuk átvinni más felületekre, hát ez megint az a rossz, hogy ugye én megcsináltam ezt a jobbszélső Telegram csatornát, nagyjából 2 vagy 3 évvel ezelőtt, igen, akkor volt a labdarúgó Európa-bajnokság. Hát lassan-lassan azért csordogálnak át az emberek, ami egy picit ilyen negatív, nyilván csak idézőjelesen negatív, mert én örülök neki, de azért a jelentős problémát még mindig az okozza, hogy olyan embereket tudok vele elérni, akiket egyébként is más felületeken vagy más módokon is elérnék, vagy nem szorul, most idézőjelben nem szorul arra, hogy bármiről meggyőzzem. Ahhoz, hogy új emberek átjöjjenek, és a gondolatainkkal, a témáinkkal találkozzanak, ahhoz megint csak visszakanyarodok oda, hogy jelen kellene lenni az emberek között, például a közösségi oldalakon. Most az előbb mondtam el, hogy itt milyen akadályokba ütközök. Hát jelen pillanatban kicsit ilyen tanácstalanul állok ebben itt a... Többen is említettétek, hogy például a COVID egy kiváltó ok volt, amikor sok ember úgymond... úgy gondolta, hogy új felületek után néz, hogy vannak ilyen kiváltókok, lehet-e ilyen kiváltókokat csinálni? Mit gondoltok erről? Szerintem föltettél most egy másik kérdést, és fejezzük be, menjünk körbe az előző kérdéssel, és utána nyissunk szerintem egy új kérdést, mert itt bőven van megválaszolni való az előzővel is. Nyugodtan. Tied a szó, Zoli. Oké, én maradnék az előző kérdésnél. Nekem ebben nagyon radikális a véleményem. Egyrészt van egy technikai része, és van egy elvéli része. Én úgy gondolom, hogy az igaz szónak nagyon nagy ereje van. Az igaz szó az nem csak azt jelenti, hogy én nem hazudok valakinek, hanem az is, hogy önazonos vagyok.
Tehát, hogyha nekem olyan fő elveim vannak, hogy én minden eszközömmel, foggal, körömmel küzdök egy antiglobalista rendszer ellen, akkor elvből nem használom az ő platformjukat, akkor is, hogyha rengeteg ember van ott. Na most ez egyfajta kimozdulást jelent, tehát akkor ezt meg kell szervezni, hogy hogyan jutunk el egy másik helyre. De a lényeg az, hogy elvtelen küzdeni valami ellen, amit táplálok, pénzzel, hirdetéssel, energiával, idővel. Most nem akarok elmenni spirituális irányba, hogy még energetikában ez mit jelent, amikor egy ember az energiáját adja valamibe, ami ellen küzd. Nincs ereje. Tehát ezért lehet is látni, hogy bármilyen igaz dolognak egy negatív energiájú platformon nincs eredménye. Ezért nincs eredménye, mert kioldja az egészet. Az, hogy mit csináljunk azzal, hogy ott van a rengeteg ember, ott lehet elérni. Amikor én ezt átgondoltam, ezt az egészet. Amikor én megalapítottam a Better.net közösségi oldalt, akkor az volt, hogy rengeteg híres közösségi vezetővel, most nem akarok neveket mondani, de több tízezres, százezres követő táborral rendelkező közösségi vezetők lelkesítettek engem abból, hogy csináld meg, és mi is jövünk, és mindannyian áthozunk, és akkor megcsináljuk a magyar nemzeti független, nem most a nemzeti pozitív értelemben értem, független oldalt, és jövünk, és akkor elhagyjuk ezt az egészet. Aztán amikor megcsináltam, akkor igazából senki nem jött. Tehát itt az volt, hogy amit a mi forrásainkból azt a pár ezer embert, aki a minőségi krémje volt annak a százezres csoportnak, azok jöttek át, és azok vannak ott. Na most ugye a nagy számok törvénye alapján minél nagyobb egy dolog, exponenciálisan annyi embert húz be. Tehát a közösségi oldalak úgy működnek, hogyha mi akarnánk egy magyar független privát szerveren lévő közösségi oldalt, vagy bármilyen médiát, akkor itt a mindenki, aki egy irányba megy, az összefog, és a közösségi vezetők azt mondják, hogy 3 hónapon belül már csak itt leszek. És akkor szépen lassan jöjjenek át azok a minőségi emberek, akik igazából nekünk kellenek, mert nekünk nem kellenek tömegek. Nekünk nem kellenek azok a manipulálható, agyatlan, mondjuk úgy, bocsánat, hogy így fogalmazom, de az a tömeg, akit csak egy reklámmal lehet vinni mindenfelé, mert az nem fog hozzád jönni gondolkozni. Van az a pár százezer, 1-2-300 ezer ember, az eljön oda, az abszolút növeszteni fogja magát. Tehát erre megvan a módszer, hogy hogyan lehet, csak ezek döntések. Elvek mellett kiállni tisztán, egyenesen, tehát hogyha én, tudom én, küzdök valami ellen, akkor utána nem megyek be oda vásárolni, vagy nem teszem oda be a pénzem, vagy nem támogatom a munkámmal, energiámmal az ő létezésüket. Tehát ezek ilyen elvbéli dolgok először. A technikai része pedig az, hogy hogyan lehet átvezetni, tömegpszichózis van. Tehát az a baj, hogy még a tudatosan gondolkozók között is látom azt a dolgot, de hát ott vannak az ismerőseim, stb. És ezek döntések, hogy fogom és áthozom az embereket, lehet, hogy a 10%-a fog átjönni, de az a 10% az egy nagyon potenciális, nagyon komoly csapat lesz, akikkel majd lehet érdemben dolgozni, mert ezek nagyon-nagyon csalók a dolgok, ezek a 100 000 like, 200 000 like, mit tudom én, egy csoportban 125 000 ember. Én nagyon-nagyon döbbentem azon, azt hittem, hogy majd 100 000 ember így, ahogy van, majd átjön. Ez illúzió, ez a különböző nyugati, vagy az antiglobalista közösségi oldalaknak az illúziója, amikor azt hiszem, hogy nekem van ennyi követőm, mert ennyi lájkolom van. Ez nagyon nagy különbség, az, hogy van egy követő, aki azt mondja, hogy most mondod neki, hogy gyere, ez egy jó dolog, és gyere velem itt, építsünk valamit, vagy csak oda megyek, dobok egy lájkot valamire. Tehát ez egy nagyon nagy illúzió, amikor emberek azt hiszik, hogy van 300 000, meg 500 000, meg mit tudom, hány 100 000 követőjük egy ilyen platformon, mert nincs. Lájkolók vannak, akik csak valami témát belájkolnak, vagy tetszik az a videó, és rálájkolok. Akikkel te tudsz dolgozni, a töredéke. Nekünk ezt a minőségi csapatot kéne átvinni, és mindenkinek, minden csoportosulásnak ezt a minőségi magját kéne betenni egy ilyen független oldalba, és ez egy olyan érték lenne, ami miatt automatikusan elkezdenek majd jönni, és el kell felejteni ezeket az antiglobalista oldalakat. Egyrészt azért, mert szerintem ezeknek az órái meg vannak számolva, a másik pedig a tiszta elv. Hogyha valami, én szervezek, tegyük fel egy ellenállást,
valami, akkor nem az ellenségnek a média platformján fogom csinálni, szóval ez egyszerűen én úgy gondolom, hogy ez nevetséges. Tehát, hogy nem szabadna ennyire ragaszkodni azokhoz a platformokhoz, át lehet hozni az embereket, döntés. Aztán itt, hogyha arról van szó, hogy oké, okay, én már ezt megkaptam ezt, hogy oké, okay, de ez a te oldalad. Mindig van egy ilyen kontrollféltés dolog, hogy kinek a kezébe van. Én már nem egy embernek felajánlottam azt, hogy ez az oldal, ez most én elkezdtem, beletettem a pénzem, 2 éve dolgozok ingyen vele, jöjjenek mások, szálljanak be úgy, hogy alapítványokon keresztül mindenféle közösség legyen ennek a tulajdonosa, úgymond, vagy a közösségvezetők. Ez egy verzió. Hogyha valaki attól fél, hogy úristen, akkor én most lehet, hogy belőlem lesz egy Zuckerberg, és akkor ugyanott vagyunk, ahol a part szakad. Szerintem ez megint egy olyan probléma, ami sok mindenkit megakadályoz abban, hogy akkor most mi jöjjünk és tegyük össze az erőinket. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a független magyar média, a manipulálhatatlan, cenzúramentes média létrejöjjön. Nem lehet ezeken a nyugati platformokon, vagy antiglobalista platformokon semmit szervezni, mert erőtlen fog maradni mindig. Többiek esetleg érdemes gondolkodni magyar független közösségi oldalba a Facebook alternatívájaként? Kis Zoltán Itai lényegében az eszenciáját mondta el annak, ami az életünknek az értelme kellene, hogy legyen. Teljes mértékben tudok azonosulni azzal, amit elmondott, és én magam is, még egyszer mondom, hogy pár héten belül teljesen szakítani fogok a Facebook nevű platformmal, a B-tervre fogok átlépni, illetve a Substack oldalon fogok közölni. Ugye ez egy más, ez erre alkalmas csatorna, tehát a szakácsárpád.com-on lehet majd elérni. Teljesen ki fogok lépni ebből a rendszerből és ebből a világból. Méltatlan szerintem az emberi léthez az, hogy algoritmusokkal kelljen harcolni, és hogy egy olyan területen, ahol a lehető legminimálisabb tisztelete sincs a véleménynyilvánítás szabadságának. Még egyszer mondom, az én véleménynyilvánítási kategóriáim egy kicsit mások, mint amit egyéb helyeken megszoktak, tehát hogy a radikális vonalat én máshogy próbálom értelmezni. Megjegyzem, nekem semmilyen más radikális dologgal nincs gondom, és például kiemelten örülök annak, hogy olyan oldal létezhet Magyarországon, mint a kuruc.info, mert úgy gondolom, hogy ez is a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságának a kategóriájába tartoznak azok a tartalmak is, amelyek ott megjelennek, legyenek akár radikálisabb, kemény vonalasabbak. Én azon az elven voltam mindig, hogy mindenről lehet vitatkozni, mindent fel lehet vetni, mindent meg lehet cáfolni, mindenről lehet beszélni. Egy egészséges társadalomban mindig megvannak, hiszen a társadalomnak az ösztöne megtalálja azt a kontrollt, hogy semmilyen szélsőségesség irányába ne induljon el, ne váljon az uralkodóvá olyan jellegű vélemény vagy gondolat, ami esetleg mások veszélyérzetét vagy biztonságát veszélyezteti, hogy így fogalmazzak. Hogyan tovább ebben a tekintetben, pedig tényleg hagyjuk a tömegeket, szerintem a maguk útján menjenek nyugodtan tovább. Engem sosem érdekelt a nagy tömegvilágnak a meggyőzése, soha nem építettem erre semmilyen platformot. Mondjuk én abból a szempontból magánemberként, vagy magánvéleményformálóként megengedhetem magamnak, egy párt más helyzetben és más szituációban van ebben a tekintetben, tehát itt ezt nem tudnám javasolni a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy szálljon ki ezekről a platformokról, mert ott más szempontok, sokkal összetettebb, bonyolultabb egy pártstruktúra, pártszervezet, de azoknak az elemeit, a részeit és az, amit a B-terv kapcsán elindított
mondtak Kis Zoltánék. Én azt kiemelten fontosnak és jelentősnek tartom, és tényleg az a lényege, hogy igen, kevesen vagyunk, de mi legalább gondolkodunk, tehát hogy a gondolkodó embereket kell nekünk megszólítani, nem azokat, akik nem akarnak gondolkodni. A tömeg ember tekintetében többször használtam az elmúlt években, hetekben, főleg az elmúlt hónapokban ezt a kifejezést. Eléggé sokan félreérték, hogy ki a tömegember, mert valami téves képzet folytán ahhoz kapcsolják, hogy akinek nincs diplomája, vagy nem tudom, valamilyen fizikai munkát végez, esetleg egy jó asztalos, vagy egyéb, nem, a tömegembernek pontos leírása van. Egyébként Gustav Le Bon, a tömegek lélektana, vagy Matthias Desmet, a totalitarizmus pszichológia című könyvében tökéletesen levezető, hogy ki tekinthető tömegembernek. Tömegembernek egy alkotmánybíró is tekinthető, ha úgy viselkedik, ahogy a tömegember viselkedik. Én ezt nagyon leszoktam egyszerűsíteni, többször is feltettem kérdésként, hogy különböző helyeken, csoportokban, hogy főleg most, hogy országjáráson is vagyok, Duro-Dóra a leelnökasszonnyal, képviselőasszonnyal, hogy ki hol vásárol. Tehát, hogyha valaki a nagy globális multicégek világából tölti fel az éléskamráját, azt a szemetet eszi, azt a szemetet fogyasztja, amit a globális multik árulnak, nem keresi meg az alternatívát ebben a tekintetben. Én, a mi családunk nagyjából 99%-ban kiköszöbölte ezt a területet a globális multiknál, szinte soha nem vásárolunk semmilyen multinál. És néha, tehát nem 100%-ban, néha előfordulhat olyan, az egyik kedvenc borom az csak az egyik multinál kapható, tehát hogy néha ilyen szempontból megvesztegethető vagyok, de semmilyen élelmiszert más szempontból, tehát hogy megvannak mindenhol az alternatívák. És akkor szoktam még kérdezni, hogy ki mivel vásárolt? Tehát, ja, bankkártyával 100%-ban, hát akkor te tömegember vagy, vagy Facebookot használsz, milyen fogyasztási szokásaid vannak, tehát hogyha úgy élsz, ahogy a tömegember, a tömegtársadalom, attól vagy tömegember, ennek az ellentét, az alternatívája az öntudatosan gondolkodó ember. Csak az öntudatosan gondolkodó ember tud megmenekülni azon kataklizmák elől, amelyek megterveztek jól látható és érzékelhető módon az a globális erőrendszer, amely már egy kis bemutatót tartott a Covid diktatúra idején, hogy mi vár ránk, ha ezek totális hatalmat szereznek felettünk. Tehát az riasztó jelként kell a tudatunkba vésődjön, hogy a Covid diktatúrának a rémségei, a borzalmai azok egy kis szelete, egy kis epizódja volt annak a további lépéseknek, jövőnek, amit szánnak minden ember számára. És ez alól ebből csak a gondolkodó emberek közössége tud megmenekülni, tudja megtalálni azokat a réseket, amelyeken keresztül túl tudja élni majd azokat a megpróbáltatásokat, amelyek ránk várnak. Ebben senkinek ne legyen kétsége, hogy 2020 óta elindult dominó rendszer, az tovább fog gördülni, tovább megy ezen a téren, és hogy nem múlt el ezek az ügyek és ezek a dolgok, és egyetértek még a Kis Zoltánitaival abban is 100%-ban, hogy ne támogassuk azt, aki ellen harcolunk. Tehát, hogy még egyszer, tehát ne fogyasszunk a globális áruházláncok rendszeréből, mert ezek kiviszik a pénzt az országból, és ezek a nagy globális, akik ellenünk küzdenek lényegében, azokat testesítik meg, tehát ha azokat támogatjuk, akik ellen harcolunk, az egy hitelesség szempontjából is problémákat vethet föl. Tehát öntudatosnak kell lenni, gondolkodni kell, hiszen ha nem tudunk, nem tanulunk meg gondolkodni, akkor a szabadságot sem fogjuk tudni értelmezni, illetve azt sem fogjuk tudni észrevenni, hogy mikor veszik el a szabadságunkat. A Szakács Árpádnak a mondandójához csatlakozva azt én is megerősítem, hogy egy pártnál ugye nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy
egy ekkora felületet kihagyunk, mint például ugye a Facebook, sajnos ott is jelen lennünk, hogy az alternatív platformokat is szerintem, és maga az, hogy ez a cenzúra milyen mértékeket öltött már, azt itt a napokban Binder Csaba, Mi Hazánk Ifjének az alelnöke erősítette meg nekem azzal kapcsolatban, hogy a Vármegyei Ifjak oldalon az egyiket, amit létrehozott, beállította a Mi Hazánk Ifjainak a profilképét az oldalnak a profilképének, és emiatt korlátozásra került az ő oldala, szóval most már kijelenthetjük, hogy a Mi Hazánk Ifja is lassan kezd felzárkózni azon szervezetek sorába, akiknek a jelképeit sem lehet megjeleníteni a tekorjás felületein. Én is rácsatlakoznék itt erre a témán. Nagyon sok hallgató egyébként írja, hogy szükség lenne saját platformra, illetve hát Farkas Balázs írt, hogy Szakács Árpád a B-terven találkozunk. Én megragadom az alkalmat, és bejelentem, hogy Zoltánnal összhangban gyakorlatilag a Mi Hazánknak is létrejött egy B-terves csoportja a B-terv közösségi oldalon. Ennek a linkjét majd meg fogjuk osztani, tehát a Mi Hazánk is, ahogy az Ákos is mondta, természetesen rajta van a nagyobb felületeken, de ugyanúgy az alternatív felületekkel is próbálkozunk. Én most egy következő kérdéssel fordulnék hozzátok. A Víg Zoltán nevű felhasználó tette fel ezt a kérdést. Sziasztok! A szabad Linux, BSD és zárt Windows Apple rendszerek közti különbözet, ami érdekelne, illetve a hátsó kapuk backdoors, amiről már nem egyszer esett szó a médiában, például az NSA tevékenységével kapcsolatban. Nyilvánvaló manapság már nem lehet kérdéses egy Windows esetében, hogy bármilyen kém eszközt észrevétlenül be lehet építeni a rendszerbe. Ezzel kapcsolatban egyébként pont egy friss hír, amit az egyik hallgatónk is, Erzsó, megosztott, hogy a Windows alkalmazás elméletileg néhány másodpercenként képkockákat fog készíteni az adott tevékenységéről a felhasználónak, és ezt egy központi szerveren fogja gyűjteni a Microsoft. A kérdés az az, hogy a digitális cenzúra szempontjából mennyire lehet megbízni a nyílt forráskódú programokban és rendszerekben, és mennyire lehet mondjuk a Microsoft által kreált Windowsban. Ha lehetne, akkor ezzel kezdeném, mert mi ezt átrágtuk ezt a témát, mikor arról volt szó, hogy megcsináljuk a közösségi oldalt. Egyébként még, ha megengedtek egy két percet, még az előző témához reagálnék, hogy mielőtt a technikait megválaszolnám. A B-terv az azért lett ez a név adva ennek az egész paradigmaváltó, mondjuk azt mozgalomnak, hogy nem kell azonnal elmenni valahonnan, valahova, vagy abba hagyni egy munkát és elkezdeni, hanem kell építeni azt a párhuzamos dolgot. És akkor azt lehet mondani az embereknek, van 300 000 követő mit, oké, gyertek át ide, itt legyen egy B-verziója, minden legyen ott. Mi van, hogyha holnap megszűnik a Facebook? Mi van, hogyha holnap kitörlik a YouTube-ot? Akkor mit csinálnak ezek a felhasználók, akik óriási követő számmal rendelkeznek? Tehát ez pont azt jelenti, hogy párhuzamosan építeni kell valamit, jelen lenni mindenhol. Például a mi oldalunkon nagyon-nagyon sok ember, ugye a több ezer ember közül nagyon-nagyon sokan már nincsenek a Facebookon. Tehát például őket már nem gondolkodó emberek, a gondolkodó emberek krémje gyűlik, és azokat már nem fogod tudni elérni a YouTube-on és a Facebookon. Tehát ez egy B-terv. A másik egyébként, amit az Árpi mondott, hogy arra is reagálnék, hogy ez egész média rendszer, ez nem csak arról van szó, hogy most a nagymamával beszéljük meg a recepteket, meg stb., hanem itt közösségek épülnek, mögé van téve egy piacrendszer, ami mögé szeretnénk majd tenni egy nap egy magánpénzrendszer, tehát itt kereskedelem történik, itt amit termeltél, eladhatod, itt megtalálhatod a vevődet, stb. Minden történik ezen a data.net oldalon. Tehát ezt erre csináltuk, ez nem csak egy ilyen keftelésből fönn vagyunk, hanem ennek nagyon komoly funkciója van, utána kell nézni. Na most itt a kérdésre válaszolva, a Microsoft az maga a kém program. Tehát erre nem kell rátenni semmit, hanem ez maga a kém program. A Linuxot pedig azért kezdték el most nyomni, mert a Bill Gates-ben most fog beszállni, most rakja be az érdekeltségeit. Nem szeretnék kiábrándítani senkit, de nagyon komoly gyűléseken ültem már ott, ahol nagyon
magas szinten értik a hogy mondjuk a számítógépes világot, és akár azt is, hogy hogyan működnek a titkos szolgálati rendszerek. Nem akarok kiábrándítani senkit, de nincsen olyan rendszer, amiben te el tudsz dugni bármit is. Tehát nem is akarnék belemenni mélyebben a technikai részébe ennek, mert nincs olyan dolog, ami láthatatlan, hiába mondják ezt, azt, azt, mindent tudnak figyelni, ami miatt pedig fontos ez a dolog, hogy ezt megértsük azt, hogy mi nem is akarunk eldugni semmit. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy miért kell nekem egy olyan közösségi oldal, amivel mindent el akarok dugdosni? Engem csak azért, hogy ne törüljék ki a dolgaimat, tudjunk manipuláció nélkül kommunikálni, és igenis minden közösségi oldalnak kell, hogy legyen egy szabályrendszer, ahogy az adó is mondta, hogy legyen egy minden legyen megjelenítve, tehát mindenkit meghallgatunk, ne legyen se jobbos, se balos, mindenki elmondhassa a véleményét, de van egy moderátori szabályzat, egyébként nálunk mi áttanulmányoztuk az egész válaszoldalnak, hogy mi áttanulmányoztuk a Facebook szabályzatot, égnek áll a hajat tőle, hogyha azt a 70 oldalt végigolvasod, mi majdnem az ellenkezőjét csináltuk meg. És itt a lényeg az az, hogy nem is akarunk eldugni semmit. Tehát itt nyugodtan bárki bejöhet, mikor jönnek, oké, de a mi oldalunkba is bejönnek. Jöjjenek be, mindenkit szétnézhet, minden nincsen semmi titkolni valónk, mert nem akarunk semmi kormánypulcsot sem csinálni, meg merényletet se tervezünk. Tehát itt alapvetően azt kell megérteni, hogy ez egy nyitott dolog. Tehát csak az a lényeg, hogy fölöttünk ne álljon egy rendszer, ami kiszedi, ami neki nem tetszik, olyan reklámokat, olyan ideológiákat nyom be, ami a kevésbé tudatos emberiséget tudja mozgatni. Tehát ezért kell ez egy független dolog, ami a mi kezünkben van, tehát hogy ne lehessen cenzúrázni, de nagyjából ennyi a lényeg, hogy szerintem a technikai kérdés felől nem érdemes ebbe belemenni a mélyébe. Én akkor megragadnám a szót, és Árpi, hozzád fordulnék, mert egyenesen, személyesen hozzád érkezett egy kérdés. Mégpedig Hajdú Árpád kérdezte, hogy hallott-e Ursula von der Leyen legújabb tervéről, az európai demokrácia pajzsról, amivel a dezinformáció elleni védelmet erősítenék az Európai Unióban. Mi erről a véleménye? Igen, ez egy napirenden van ez a kérdés. A magyar médiában erről is keveset lehet hallani, olvasni és nézni. Tehát nagy beszélgető műsorok nem azt vitatják meg a különböző csatornákon, hogy hol és milyen eszközökkel próbálják elvenni a legalapvetőbb emberi szabadságjogainkat. És gondolok itt arra is, hogy pont az elmúlt 3 hete folyamatosan egyeztetések zajlanak Genfben a WHO szerződés aláírására vonatkozóan, és a magyar médiák, sem a jobb, sem a baloldali egyáltalán nem tájékoztat ezekről az ügyekről és ezekről a kérdésekről, holott az emberi szabadságunkat, az egészségügyi szabadságunknak akarják elvenni, és arról sem tájékoztatnak ezek a médiák, hogy milyen nagy ellenállás van egész Európában, Angliától, Hollandián át, Japánon, Szlovákián keresztül, akik már jelezték, hogy szó sem lehet semmilyen WHO szerződés aláírásáról, és nem tudtak eddig megegyezni, de most is ebben a pillanatban is folynak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy az egészségügyi szuverenitásunkat elvevő WHO szerződés aláírása kerüljön a hó végén. Azért említettem ezt a példát, mert ezekben a WHO szerződésben mind a belső szabályzatban, az úgynevezett IHR-ben, mind a PPPR, mert 3 nagy dokumentumcsoportból áll ez a jogszabályok együttese, ugye a nemzetközi jogi kategóriába tartozó dokumentumokról van szó, nem feltétlenül fordítható le a magyar jogi nyelvre, a magyar
jogrendszerre mindegyik ebben a tekintetben. Tehát a PPPR az a pandémia megelőzési felkészülés és reagálási terv. Ebben is, az IHR-ben, tehát a belső egészségügyi szabályzatban is magában, a szerződésben is, az eddigi tervezetekben kiemelt szerepet kapott az úgynevezett dezinformáció elleni küzdelem, és ez az, ami apropót ad Ursula von der Leyennek, illetve az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak. Ezzel összhangban próbálják a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságát úgymond törvényesített keretek közé, ha lehet ilyen abszurdan, orwellien fogalmazni, tehát próbálják ide beszorítani, tehát hogy egy létező súlyos problémáról van szó, mint ahogy az is kimaradt a magyar tömegtájékoztatásból, a magyar média jobb és baloldali tájékoztatásából. Februárban a magyar kormány elfogadta a DSA rendeletet, ami a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet, ami azt jelenti, hogy a közösség most nagyon leegyszerűsítve, és látom, hogy nincs már sok időnk, a leegyszerűsítve ennek az a lényege, hogy a közösségi platformokkal kapcsolatos jogi eljárásokat a magyar kormány átadta Brüsszelnek. Tehát lényegében az információs szabadságunkat, az információs szuverenitásunkat szolgáltatta ki a magyar kormány annak a Brüsszelnek, aki ellen ugye olyan nagyon harcol, olyan hangzatos szavakkal, és az sincs benne a médiákban, mert ugye ezek mind-mind kimaradnak, hiszen rólunk van szó a mi szabadságunkról, hogy másfél évvel ezelőtt az Európai Parlamentben elfogadták az úgynevezett Orwell-törvényt, a magánkommunikáció megfigyelését lehetővé tevő Orwell-törvényt, tehát nem kell hozzá bíróság és egyéb eljárás, hogy valakinek a magánkommunikációját megfigyeljék, és ezt az Orwell-törvényt természetesen a fideszes képviselők, a Momentumos képviselők, a DK-s képviselők közösen elfogadták. Tehát ebben milyen érdekes, hogyha a magyar állampolgárokat kell megfigyelni, akkor a jobb és baloldalnak nevezett politikai rendszerben semmilyen vita nincsen, tehát közösen tudják képviselni ezt a szörnyű orwelli állapotot. Ennyit ezek a politikai elit demokrácia felfogásáról, és pont az lesz most a lényege a mostani EP választáson, hogy minél több olyan EP képviselő kerüljön be az EP-be, aki egyrészt fel tud szólalni Ursula von der Leyen elszámoltatásáért, hiszen a Pfizer szerződések, a Covid diktatúra tekintetében igenis van elszámolni valója, hiszen gondoljunk bele abba, hogy a Covid diktatúra idején egyetlen egy magyar képviselő sem szólalt fel a magyar szabadságjogok, az emberi szabadságjogok védelmébe. Hál' Istennek volt egy olyan román képviselő, Krisztián Terhes, aki többször is, ugye neki köszönhető a Pfizer szerződéseknek a kiperlése, ő az, aki mint egy kavics a cipőben, ott volt Ursula von der Leyen cipőjében, tehát hogy rengeteg olyan dolgot köszönhetünk neki mi magyarok is a szabadságunk vonatkozásában, illetve a korrupt, a velei korrupt Európai Bizottság világából olyan történetek, olyan esetek láttak napvilágot, ami egy-egy EP képviselőnek, jelen esetben Krisztián Terhesnek a munkájának köszönhető. Ezért is fontos, mert egy-egy képviselő is hatalmas munkát, hatalmas dolgokat tud csinálni az Európai Parlamentbe, a szólásszabadságunk védelmébe, az emberi jogaink védelmébe, ezért lenne fontos végre, hogy a Mi Hazánk keretébe több, minél több olyan EP képviselő kerüljön ki Brüsszelbe, akik a hasonló szuverenitási gondolatokat képviselő más tagállamok európai képviselőivel közösen fel tudnak lépni értünk magyarokért is, tehát hogy végre be tud szállni valaki magyar oldalon is a globalisták szabadságjogainkat eltipró kezdeményezéseivel szemben. Itt közben Dávid nevű hallgatónktól jött egy érdekes üzenet, amiről még én sem hallottam, nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e ezt. Nem tudom, hogy láttátok-e, de a Facebook mostanában küldi ki a tájékoztatót, hogy mostantól minden magánéleti adatot a mesterséges intelligenciájába fog automatikusan berakni,
ha csak valaki ez ellen explicite nem tiltakozik. Igen, láttam és hallottam is erről a kezdeményezésről. Nem egy meglepő dolog szerintem. Tehát hanyadik hasonló ilyen dolog ez az elmúlt években, amit a Facebook egyszer csak így bedob, hogy akkor ez lesz. Ezt elég gyakran csinálja, meg mondjuk olyan szempontból még az visszacsatlakozva, hogy az alternatív platformok ugye miért fontosak, azt is fontos kiemelni, hogy szerintem most már egyre többen az észre vehetjük, meg szerintem főleg itt az utóbbi időkben, hogy mert maga a rendszer nem valami stabil, szóval ugrálnak az üzenetek, nem úgy jelennek meg egy időben, elkezdett visszafelé pörögni a chat. Most például ezzel egyik eszközről a másikra való titkosítással gyűlt meg nagyon sok embernek a baja, mert egyszerűen van, ahol nem látszik az üzenet, van a másiknál, ahol látszik, nem azokat az ablakokat nyitja meg, amelyiket kéne. Szóval maga az, hogy egy több milliárd, csilliárd dolláros alkalmazásnak az alapvető funkciói, ami az üzenetküldés lenne, azok nem működnek, valószínűleg több energiát, meg több pénzt fektetnek bele abba, hogy a cenzúra és a tömegpszichózisnak az irányítása és a megfigyelési rendszereket kiépítsék. Az botrányos, hogy ahhoz képest maga az alapvető infrastruktúra ennél a rendszernél az botladozik, esdeker, és nem lehet már az alapvető funkciót se olyan mederben használni, hogy eddig használtuk volna. Én ez annyit fűznék, hogy a problémák 90%-a, amiről beszéltek, ez nálunk nincs. Tehát, hogy nincs a kezükben a kontroll. Tehát most képzeld el azt, hogy Magyarországon ma van mondjuk 500 000 ember egy ilyen privát platformon, az Magyarországnak egy elég, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország gondolkodó emberiségének egy krémje vagy egy komoly rétege ott van, akkor itt teljesen normálisan lehet működni ugyanúgy, és nem vagyunk szem előtt. Tehát itt globálisan kell nézni azt, hogy hogyan figyelnek, mire hozzák a törvényeket. Az, hogy van itt valahol 500 az ember egy ilyen kis privát szerveres történeten, az egy másik dolog, ott nem fognak beleszólni ezekbe a dolgokba, mert számukra ez nem egy tétel, ott lehet nyugodtan működni, ami szintén azért emlékeztetni, mégis az nem lehet keresztül hárni azokat a dolgokat, ami mondjuk titkosszolgálati módszerekkel azért bármit az állambiztonságot veszélyezteti. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogyha egy ilyen helyen vannak az emberek, itt csinálják a dolgaikat, a magán az élelmiszer biztonságukat itt szervezik, akár egy magánpénzrendszert, bármi olyan dolgot, ami közösségen belül működés, itt ezek a problémák nincsenek, mert ezt mi csináljuk. Tehát itt nem nagyon van belátásuk, csak ha nagyon-nagyon akarnak, vagy nagyon-nagyon szem elé kerülünk. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan problémákról van szó, ami csak ezt az antiglobalista médiát érinti. Tehát akkor érint téged, hogyha te azokat a médiákat használod. Tehát itt ki kell hátrálni, én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módszer. Igazából még a cenzúrás tapasztalatokra visszatérve még annyit szeretnék említeni, hogy nekem például személyesen olyan tapasztalatom is volt, amikor Toroszkai László pártelnökünknek a monogramját szerettem volna egyáltalán leírni kommentekbe, mert tudtam, hogy a nevét azt tiltani fogja, akkor arra a kommentemre, hogy TL a Mi Hazánk elnöke, és pont, hogy mit mondott, már az a cenzúra figyelmébe került, és korlátozták azt a kommentemet, és tették. Szóval olyan szinten ez a orwelli manipuláció látszik, amikor belelátnak már az ember fejébe, hogy én biztos, hogy akkor arra a névre gondoltam, és már magát a monogramot is próbálják cenzúrázni, hogy az se jelenjen meg az oldalon. Az már olyan szintű paranoia meg félelem a rendszer részéről, ami azt jelzi, hogy nagyon jó úton járnak azok, akiket ez a cenzúra megilleti, mert akkor valószínűleg olyan dolgokat mondanak ki, ami ezeket a globalista disznófejű nagyurakat sérti. Igen, az egyébként egy vicces dolog szokott mindig lenni, amikor ugye a balliberális portálok, véleményformálók panaszkodnak amiatt, hogy bármilyen kontextusban ugye leírnak bizonyos emberek nevét, vagy bizonyos szavakat, és hát néha egyébként, mert nem mindig, de néha olyan, hogy őket is eléri a cenzúra. Egyébként nekem még annyi jutott eszembe, hogy ugye itt mindenki beszél itt a saját platformjáról, tehát itt Árpi is említette az övét, ugye én is beszéltem a Béterről, itt van a Magyar Jelen. Az az igazság, hogy nem is egy platformnak kell lenni, hanem független platformok hálójának.
Tehát, hogy ez a decentralizált dolog sem kifejezetten jó. Az a lényeg, hogy itt egy nagyon komoly átfedés legyen, hogy egyik oldalról menjenek a másikra, és akkor ott menjen körbe az információ, mert valaki itt van, valaki ott van. Hála jó Istennek, a miénk az olyan, hogy nem is nagyon kell nekem, mint adminisztrátor vagy főmoderátorként betenni dolgokat, hanem már én már gyorsabbak az oldal tagok, akik már teszem be. Megjelenik egy videó, és 10 perc múlva, amikor be akarom tenni, már valaki betette. Szóval annyira átfedi nálunk, tehát minden megjelenik. Ez kellene, hogy legyen egy ilyen rendszer, amiben több független oldalon is megy, akár itt a Telegram, ugye ezeken az oldalakon is legyen ott az átfedés, amiben áramlik az információ. Mert általában hajlamosak az emberek, én csak itt vagyok. Ugye, de másik platformon meg ott van egy olyan információ, ami esetleg téged is érintene, vagy jó lenne, hogyha tudnál. Tehát itt az embereket kell igazából szervezni arra, hogy itt is legyünk, ott is legyünk, mert ez fontos lesz egy ponton. Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, amit mondtál, Zoltán, láthattuk akár a Facebook esetében is, hogy az utóbbi időben azért nem egyszer előfordult, hogy leállt, tehát egy-egy oldal azért még a legnagyobbak is azt gondolom, hogy sebezhetőek, és ezért talán több oldalon decentralizáltan jobban el lehet képzelni azt a szabad információ áramlást, amiért mindannyian küzdünk. Én arra kérnék még minden részvevőt, kezdve veled, Aldó, hogy így zárszóként kérlek, foglald össze, hogy mi a mai beszélgetésből a tanulság, amit érdemes lehet levonni, illetve mi az, amit így üzennél a nézőknek? Hát ugye itt az elmúlt percekben szóba kerültek ugye az alternatív felületek. Ugye nyilván ennek az egész közösségi médiás dolognak számomra legalábbis az egyik legfontosabb funkciója az az információ átadás, az üzenetek eljuttatása olyan emberekhez, akiket egyébként nem ismernék adott esetben. Viszont, hogyha én ezt kikapcsolom, és ez a része egyáltalán nem érdekel, akkor azért én tudok még egy alternatívát mondani, ami eddig nem nagyon került szóba, pedig szerintem ez a legjobb alternatíva, amit ajánlani lehet a közösségi oldalak, az egyébként függőséget okozó közösségi oldalak helyett, ezt pedig valóságnak hívjuk. Menjünk ki a közösségekbe, menjünk ki az emberek közé, nem tudom, a stadionokba, meccsre, akár meg lehet inni egy sört is egy kocsmában a barátainkkal, és beszélgessünk velük ott. Tartsuk velük a kapcsolatot a valóságban, a valóság nevű közösségi térben. Na ott aztán tényleg nem lehet egyébként cenzúrázni, oda nem ér el senki, viszont ott is át tudjuk adni tényleg azokat a gondolatokat, amiket fontosnak tartunk. Úgyhogy a valóságból egyelőre még nem sikerült minket törölni. Én azt mondom, hogy ha egy mód van rá, akkor menjünk vissza oda. Menjünk betűsorrendben. Ákos, te vagy a következő. Én úgy gondolom, hogy pártpolitikai szempontból elengedhetetlen, hogy a velünk ellenséges platformokon is képviseltessük a véleményünket. Emellett szerintem fontos alternatív platformokon is a részvétel, mint amit például ti is említettetek, meg ahol most is vagyunk itt a Telegramon, mert az ilyen platformokon nyíltan tudunk beszélni arról, amiről szeretnénk. Az tényleg fontos ahhoz, hogy ugye egyrészt a saját közegünkkel, a saját ismerőseinkkel és a saját hallgatóságunkkal nyíltabban és szabadabban tudjuk kommunikálni. És még csatlakozva itt az előttem szólóhoz, az offline világ is egy olyan fontos dolog, ahol ki kell alakítanunk azokat a közösségeket, ahol tudunk adni az információt, hiszen onnan nem tudnak minket cenzúrázni, ezért is fontos például a nyomtatott sajtó, és ezért is jó, hogy a Mi Hazánk Mozgalomnak ott van a Harmadik Út nevű újsága, amit nem tudnak cenzúrázni az emberek postaládájából, mert azt oda visszük, belerakjuk, és azután ott van. És ezért fontos, hogy a való világban is megmérettessük magunkat, jelen legyünk mindenhol, standolásokon például, szintén ugye a Mi Hazánk ebben nagyon élen jár, utcafórumozzunk, lakossági fórumokat tartsunk, és minden olyan való életbeli
lehetőséget is megragadjunk, amit használunk el az online tér mellett. Én azt hiszem, hogy Áldó gondolata tényleg, mint egy korona úgy van a mai beszélgetésünk felett. Teljes mértékben egyetértek, és akárhová megyek én is az országba, mindenhol el szoktam mondani, hogy járjanak össze közösségekbe az emberek, hétvégén, akármilyen formába, akár egy kocsmába beszélgessenek, és mindig felszoktam írni a figyelmet, hiszen pszichológiai jótékony hatása is van az emberi kommunikációnak. Negatív oldalát a már említett Matthias Desmet a totalitarizmus pszichológiájában egy külön fejezetben megírta, hogy a digitális kommunikáció lényegében megöli az emberi kapcsolatokat, tehát hogy milyen hatással van, milyen negatív hatással van. Nyilván ezért erőltették a COVID időszak alatt a digitális oktatást, a digitalizációt, mert ez a sátáni rendszer tökéletesen tisztában van azzal, hogy a digitális világ, a digitális kommunikáció az emberi létre önmagában elképesztő csapást, az ember méltóságára és az emberi kapcsolatokra vonatkozóan is elképesztő csapást tud nyújtani. És legyünk tudatosak, legyünk öntudatosak, enélkül nagyon nehéz helyzetben leszünk, és aki annak van esélye és annak van reménye a jövőben is, aki tudatos és öntudatos ember, kételkedjen nyugodtan mindenki, és mint Kalambó tegyen föl kérdéseket, és ha valamit rá akarnak erőltetni, ha valamitről sokszor hallják, ugyanazt a szót súlykolják felé az irányába, akkor meggyőződése kell, hogy legyen, hogy azzal valami nem stimmel, azzal valami gond van. Ne higgyen el mindent, a média nem a szemünk és a fülünk, fősodratú média összességében minden egyes részét és platformját nyugodtan figyelmen lehet hagyni. Néha érdemes követni, ha szórakozni akarunk, de ne vegyünk komolyan semmit, ami ezeken a felületeken van, és keressük, próbáljuk az alternatív világban megtalálni azokat az információforrásokat, amelyeken keresztül hiteles információkhoz tudunk jutni, és hát mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy keresse az igazságot. Bocsánat, mielőtt egy gondolat, hogy ha már itt a Telegramon beszélgetünk, akkor azt azért fontos megjegyezni, hogy nagyon sok olyan szervezet és oldal tud itt jelen lenni, amelyek ugye a fősodratú médiában már ugye nem jelennek meg. Itt a nacionalista zónától elkezdve tényleg nagyon sokat fel lehetne sorolni. És azt mondom, hogy ez a felület, vagy ez a platform, ez még viszonylag egy kezelhető szerintem, de még egyszer hangsúlyozom, a legfontosabb a valóságban a közösségépítés és a közösségekben való aktív részvétel. Ezt semmilyen közösségi oldal vagy felület nem pótolhatja egy normális világban. Akkor én is mondanék egy pár szót, jó, és egy kicsit kiegészíteném ezt a dolgot, mert ez egy féligazság, amit elhangzott. Tehát én úgy gondolom az, hogy egy közösségi platform, ami az antiglobalista közösségi platform az arról szól, hogy te az életben ne találkozz mással, csak tarts fenn a kapcsolatodat ott. De hogyha mi ráhúzunk egy ilyen pejoratív, negatív dolgot a közösség, egy ilyen negatív gondolatot a közösségi oldal fogalmára, itt elfelejtjük azt, hogy például nálunk itt a Béterben pont arról szól, hogy közösségek hogyan jönnek össze, hogyan kertészkednek együtt, hogyan kereskednek, hogyan tudják eladni a dolgaikat, ami mind személyes találkozás, ami mind arra van, arra fókuszál, hogy hogy találd meg a másikat az életben. Tehát, hogyha mi mindig lehúzzuk ezeket a dolgokat, azzal, mert mi arra gondolunk, ez egy olyan közösségi média, mint az antiglobalista közösségi média, akkor kiiktatjuk azt a fajta, hogy mondjam, szerveződési lehetőséget, ami meggyorsítja a közösségek építését. Tehát nekem itt komoly problémám van azzal, legfőképpen akik ilyen spirituálisan kivonultak, már csinálják a dolgokat, és ők nem vesznek részt semmiben. Az a baj, hogy pont nem találják meg őket azok az emberek, akik szeretnének hozzájuk csatlakozni. Tehát én itt látom az összes mögöttes problémát, amikor ilyen téves ideológiák mennek arra, hogy itt nem egy közösség oldal nem rossz meg jó, itt kérdés az, hogy ki működteti, milyen tudattal, milyen céllal, milyen motivációval,
és ez meggyorsítja azt a dolgot, hogy ez a, hogy mondjam, ez a fajta találkozás az életben létrejöjjön. Rengeteg embernek segítette elő a csatlakozását valahova, és én ezt én nem húznám így le, csak úgy, hogy a közösségi oldalak azok nem, mert a valódi élet az igen, tehát ez pont meggyorsítja azt a folyamatot, hogy közösségek hogyan álljanak össze. Én azt hiszem, én elmondtam, én elmondtam. Egy gondolattal, ha szabad, még gyorsan reagálok, hogy éppen ezért mondtam még a műsor elején, hogy sajnos jelen kell lenni, amennyire csak lehet, többek között a Facebookon, hiszen ezt használják a tömegek. Tehát ugyanerre a gondolatra jutottam én is, vagy erre gondoltam én is, amikor erről beszéltem. Illetve hát azért azt ne vegyük el, hogy közösségek léteztek a közösségi oldalak előtt is, és valószínű, hogy létezni fognak a közösségi oldalak után is, amennyiben képesek leszünk ilyeneket építeni és teremteni. Én zárszóként csak annyit mondanék valóban, hogy én is úgy gondolom, hogy a közösség oldal nélkül a legfontosabb, tehát hogy mindenki találja meg azt a csoportot, akivel tud beszélgetni az igazságról igazán, és itt a Telegramon legközelebb is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki hallgatott minket, és külön köszönet a vendégeinknek, hogy itt voltak. Remélem, ők is élvezték a beszélgetést. Legközelebb is találkozunk a mi hangunkban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még annyi, hogy igazából, amit itt elhangzottak alternatív platformok, arra szeretném megkérni mindenkit, hogy kövessék akkor akár a Nitai Zoli által említett oldalt, akár a Telegram csatornákon a adó oldalát, vagy Szakács Árpádnak az új weboldalát, és ezen túl pedig ezen felül szeretném arra is megkérni az embereket, hogy a TikTokon is kövessék a politikusainknak, a Mi Hazánk politikusainak a TikTok csatornáját és a központi TikTok csatornát is, hogy minél több helyről tudjanak értesülni az újdonságokról, hiszen minél több helyen másabb és másabb tartalmakat töltünk föl, és ezért fontos, hogy ez a decentralizált hálózati átfedésekkel együtt. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Sziasztok!